A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! A kezdőkört látják a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsorát, amelyben ezekben a hetekben nagyon sokat beszélünk fociról, hiszen labdarúgó világbajnokság zajlik Katarban, szokatlan időpontban. Mostanra talán már kicsit a saját biológiai óráját is mindenki hozzá tudta állítani ezekhez a furcsa időpontokhoz. Ráadásul ugye javában zajlik az egyenes kieséses szakasz, ahol már így magyar idő szerint is fogyaszthatóbb időpontokban vannak a meccsek. Úgyhogy természetesen ma is terítékre kerül majd a labdarúgás. De miután itt van velünk a stúdióban a műsor történetében másodszor Cserpakovics András székesfehérvár polgármester, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm a lehetőséget. Nyilván a fehérvári történésekről és csapatokról is azért kell, hogy beszéljünk. Németh Krisztiánnal, Feol és a Média Centrum sportszerkesztőjével, és hát Horog Lászlóval, hogy nehezen döntöttem el, hogy ki a nagy név a műsorban, de polgármester úr azt mondta, hogy egyértelmű. Laci. Az meg is érkeztünk, köszönjük a lehetőséget. Szóval azért nagyon sok mindenről beszéltünk a fehérvári sport kapcsán ebben a szezonban, nem csak örömteli fejleményekről, hiszen a sport is ugye azért az intézkedések hatálya alá esik, amelyeket meglehetősen nehéz helyzetben kellett meghozni, de mégis úgy nézzük, ha csak az eredményeket, a pályán történő eseményeket nézzük, hogy akár még egy emlékezetes szezonunk is lehet, és akkor kezdjük most a hokisokkal, azért a téli sporttal, mert Mikulás van egyrészt, és Mikulás úgy döntött, hogy mindenki jó gyerek volt, aki a stúdióban itt van, úgyhogy mindenkinél szaloncukor van az asztalon virgács helyett, és hát a hokisokra a Hidrofehérvár, amit 19-re is mondhatjuk, hogy minden dicséretet és jutalmat megérdemelnek. Ugye az elmúlt hétvégén két meccset nyertek 3-0-ra, a Liga két újonca ellen. Kapott gól nélkül még egy hoki meccset lehozni is azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Ugye a kapusoknál ez nem véletlenül külön becsben tartják, meg statisztikai kategória van neki. Kettőt egymás után nagyon nagy ritkaság, ilyen erejű bajnokságban főleg. És hát ne felejtjük el, hogy a válogatott szünet előtt 4 veresége volt zsinórban a csapatnak, azóta viszont 7 meccsből 6-ot megnyert, és a maradék egyet a listavezetőtől egyetlen kapott góllal kapott ki. Tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy most valami nagyon összeállt. Ami nem csak az eredmények mondatják, hanem tényleg ez, hogy egyrészt nagyon jól védekezik a csapat, most már úgy tűnik a góllövő forma is megvan. Hát más kérdés, hogy a mezőny olyan, amilyen, tehát még ezzel is izgulnunk kell, hogy ott az első 5-6 meglegyen, amivel ugye a rájátszás már biztosított. Ez a... vasárnap délután mondtam a klubelnöknek, Gál Péter Pálnak, hogy ezek nagyon nagy napok a csapat nyert. Pénteken és vasárnap, szombaton arra jártam, és épül a csarnok is, tehát a csapat ötödik. Ebből az arra jártál volt az igazán nagy dolog nyilván. Autóval, de az Andrásnak kell megköszönni, hogy csarnokunk is lesz, úgyhogy... De az biztos, hogy néztem, hogy minden évben van meglepetés, hogy tavaly mi voltunk azok a fináléval, most az Innsbruck 3 ponttal vezeti a tabellát, ők annak idején egy 10 évvel ezelőtt szerepeltek, aztán a vízi erőmű kiszárt, meg a nagy szponzorok utána mentek az Alpenligába, visszatértek, tehát most nekik vannak olyan erényeik, amik a tavalyi szezonban nekünk voltak, hogy végig ott voltunk fent, és aztán a volán úgy gondolom, hogy ez az 5. helyen teljesen jól áll, 7. most a Klagenfurt a rekordbajnok, tehát még hátrébb a Bécs, tehát ez egy rendkívül kiegyenített szezon, és a volán ismét kiegyenesedett, tehát nagyon stabilnak kérzem őket az elmúlt két meccs alapján. És sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, sőt már a tavalyi szezonban is arról, hogy részben a gazdasági erőviszonyok átrendeződésének is köszönhető ez, tavaly a Covid miatt, idén talán még annak hatására kicsit visszafogottabb költségvetések miatt közelebb van sokkal a vetétársakhoz, sőt lehet, hogy akár egy szinten is a Fehérvár. De hát legalább ennyi szó esett arról, hogy Kevin Konstantinnal olyan szakmai vezetés került a csapat élére, akinek teljesen egyértelműen látszik a keze munkája. Ráadásul ez most már folytatólagos, hiszen egy tavalyi ezüstérem után, ha nem is változatlan, de hasonló kerettel tudta folytatni a csapat, és hát ennek is megvan a látszata.
És tegyük hozzá, mindig fontos kiemelnünk a Volánnál, hogy nagyon sok magyar játékossal, azon belül különböző generációhoz tartozó magyar játékosokkal, tehát az utánpótlás is érezteti a hatását, ami szerintem szintén fontos és előremutató. Szerintem ez a csapat tavaly nagyon jól összeállt, ugye minden szakember azt mondta, hogy idén még inkább egy kicsit talán erősödött, de ez egy nagyon-nagyon hosszú szezon. Tehát tudjuk, hogy ez a bajnokság rengeteg mérkőzésből áll, nagyon kiegyenlített a mező 4-5-6-7 mérkőzéses jó vagy éppen rossz sorozattal, pillanatok alatt lehet pozíciókat változtatni. Most egy kicsit máshogy alakul ez a bajnokság, mint a tavalyi, hogy ott az első pillanattól kezdve ott volt a nagyon elől a Volán, most azért voltak kis, főleg az elején hullámzó részei a bajnokságnak, de most nagyon-nagyon kiegyenesedett és nagyon stabilnak is tűnik. Messze van még a vége, de szerintem ott lehet megint egy jó rájátszásos hely és a tekintetben egy szereplés. Arról nem is beszélve, hogy ez egy kifejezetten tényleg ördögkatlan. Tehát a hangulatát tekintve az egyik legmasszívabb csarnok a fehérvári. Ide még az adott időszakban a legjobb csapatok is úgy jönnek, hogy azért nem automatikus itt nyerni. És hát azért a bajnokság elején volt egy új kihívás, mondjuk ez a Bajnokok Ligája szereplés, azért ilyen kávézóban még magyar csapat, és azon belül a Volán még nem jutott. Szerintem törvényszerű volt, hogy maguk a játékosok is erre nagyon koncentráltak, hogy a szurkolók is koncentráltak. Egyébként szerintem a jégkorong ünnepe volt, és olyan csapatokkal játszhattunk, akikkel eddig azért a Volán nem nagyon tudott játszani. Szerintem tisztességgel jól helytállt a csapat, lehet belőle tanulni, erőt meríteni, és hát nem szabad elfelejteni, hogy nagyjából egy év múlva ilyenkor már készülünk reményeink szerint az első mérkőzésekre az új csarnokban. Nagyon nem mindegy, hogy milyen lesz a csapat, hiszen most nagyon szép ez a nézőszám, de ezt a nézőszámot több ezer fővel növelni kell az új csarnokba. Ez biztos, hogy csak akkor reális, hogyha ez egy jó minőségű jégkorongot biztosítani képes, szerethető csapat lesz, ez pedig építkezéssel jár. Én azt látom, hogy van építkezés a klubnál. Fontos, hogy a körülményekhez, helyzethez képest stabil az anyagi háttér is. Most úgy néz ki, hogy talán az állam is nyújt egyfajta támogatást, egy kicsit már készítve fel a Volánt arra, hogy tényleg át kell lépni majd az új csarnokba, és hát jó lenne időről időre a Bajnokok Ligájába is oda kerülni. Nem bírom ki, hogy azért azt hozzátegyem, hogy persze ez nagyon jó lenne előbb-utóbb, mondjuk a jégkorong Bajnokok Ligája, ugyanúgy, mint a nemzetközi szereplés mondjuk a kosárlabdába, az nem vinné a pénzt, hanem hozná, mint mondjuk a labdarúgásnál. Talán egyszer majd ezt is el lehet érni. Na, azt hittem, polgármester úr a magyar kupát mondott, hogy azt lenne már jó. Hát azt én már nem is mondom, mert az csak mérkelődő. Maradunk a földön. Ez a jó, hogy nehéz. Mondjuk, de vannak igazán komoly kupák. Hogy ez a szezon nehezen tudja felülmúlni a tavalyit, hiszen a döntő megnyerését azért nem tűzhetjük ki, de ugyanakkor mégis, mert a magyar kupát azért el lehetne végre hozni. Nem, mondjad, Krisztián. Ennek a sikernek szerintem az egyik, ebben azt gondolom mindnyáján egyetértünk, hogy a siker fő kovácsa az Kevin Konstantin, aki egy elképesztően alapvetően magabiztosságot sugárzó szakember és szakmaiságot sugárzó ember, és ugye pár nappal ezelőtt a FEA 19-nek volt itt egy szakmai napja Székesfehérváron, ahol Kevin Konstantin is közkincsét tette a hazai jégkorongnak az ő metodikáját, ha úgy tetszik, a siker kulcsait, és például nagyon érdekes volt, ezt elmondta ott a Kevin, hogy egy sajátos rendszer alapján, ha úgy tetszik, szankcionálja a játékosait. Tehát ha hibáznak, akkor fekete pontot kapnak, és ha elérnek egy bizonyos szintet a fekete pontokból, akkor egy sorral lejjebb kerülnek. És ha még többet, akkor még egyel, ahonnan már nagyon-nagyon nehéz visszajönni. Tehát nyilván amellett, hogy nagyon komoly szakmaiság van, azért komoly szigor van, és megköveteli a teljesítményt. És ez abszolút látszik az eredményeken, meg a játékon is, amit egyébként a szurkolók meg amielőtt a szurkolók meg nyilván kalapot emelnek. Szurkolók nyilván nem mindig tudják, hogy akkor mi alapján változik egy-egy sor összetétele, de lehet, hogy akkor ilyen okok is vannak benne. Az jutott róla eszembe egyébként, hogy rengeteget beszélgetünk edzőkérdésekről itt ebben a szezonban, főleg a foci csapat kapcsán, és hogy a jégkoromban azt látjuk, amiről a Vidi kapcsán azt mondtuk, hogy az utóbbi években megbicsaklott. A Volán már Rocskai Gábor idején is mindig tudatosan törekedett rá, hogy olyan vezetőedzőt hozzon, akinek a tapasztalata arról a szintről származik, ahová a csapat is egyszer majd szeretne eljutni, vagy olyan nemzetközi és olyan komoly szakmai múltja van, ami evidenssé teszi, hogy az ő szava az szent.
itt azért nem nagyon volt olyan edző, akit ne ismert volna el a közeg, és azt gondolom, hogy itt az egész magyar jégkor egy kicsit példát mutat. Meg van következmény. Igen. Egyébként ezt látjuk adott esetben a kosárlabdánál is. Tehát, hogyha valaki nem tudja hozni azt a szintet, azt a minőséget, vagy bármilyen olyan probléma lehet, amiről lehet, hogy mi szurkolók nem is tudunk, de közben egy csapatjátékról lévén szó, esetleg ott valami nem fér össze, akkor változás van. Nekem egyébként alapvetően a focinál ez hiányzik évek óta, hogy nem látom, hogy lenne, főleg a játékosok szintjén következménye annak, ami 4 éve zajlik az Európa Liga csoportkör óta. A jégkorongnál van, időről időre, ha kell, belenyúlnak a keretbe, belenyúlnak a légiósokba, ez ugyanúgy megtörténik adott esetben a kosárlabdánál, miközben nyilván itt az anyagi lehetőségek és keretek a sokkal, de sokkal szűkebbek. Nyilván a labdarúgás az egy más kávéház, teljesen más konstrukcióban működik az európai labdarúgás, mint bármely más sportág, de nem olyan egyértelmű adott esetben egy szerződéses viszonynak a mozgatása, de mégiscsak szerintem a profizmushoz hozzátartozik az, hogy a teljesítménykényszer van. És hogyha nincs teljesítmény, ha nincs eredmény, akkor kell, hogy legyen következmény. Mert ha nincsen, akkor előbb-utóbb gyakorlatilag egy stagnálás, vagy kifejezetten lefelő menő spirál lesz, amiből visszafordítani a spirált, az sokkal, de sokkal nehezebb, főleg akkor nincs nemzetközi eredmény, és már nem is tudsz például olyan játékosokat igazolni, akiket lehet, hogy szeretnél, csak egyszer nem jönnek el, mert önmagában a magyar bajnokság nem érdekli őket, a nemzetközi kupaszereplés pedig nincs, vagy nem reális, akkor vagy nem, vagy sokkal drágábban lehet bizonyos játékosokhoz hozzá. Igen, és hát a következmények kérdése pedig felveti a vezetés, illetve a felelősség kérdését. Ugye erről is sokat beszéltük, hogy nyilvánvalóan egyértelműk a hierarchiák, akár a kosárlabda, akár a jégkorong klubnál. A vezetők megbíznak egy szakembert azzal, hogy erős kézzel, saját koncepció alapján és saját felhatalmazással, hatáskörben alakítson ki egy csapatot. Ennek a szakembernek minden eszköz a kezébe van adva, hogy tényleg a saját koncepcióját érvényesítse. Futballban számomra ezek nem egyértelműek, ezek a viszonyok. Néha vezetési, néha vezető-edzői kompetenciát hiányoltam, és nyilván ez a meleg ágy annak, hogy aztán egy játékos is úgy érzi, hogy tulajdonképpen nem, nincs meg az a biztos támasz, az a biztos iránymutatás, amit kaphat. Az pedig hát azért általában oda vezet, hogy akkor kicsit szétesik minden, nem lesz egységes az öltöző. És hogyha picit azért párhuzamba állítjuk a jégkorongot, meg a futballt, nyilván a jégkorong is most már nagyon, vagy egyre inkább épít a statisztikára, arra a big datára, ami rendelkezésre áll a játékosokról. De én például emlékszem arra, még pár évvel ezelőtt Széli Viktor azt mondta, hogy van, amikor igazából hát vagy jó lesz, vagy bejön az igazolás, vagy nem jön be. Ugyanakkor a focistáknál hát a világ legnagyobb adatbázisa áll rendelkezésre, akár bármelyikünk vásárolt előfizetést ezekhez az adatokhoz, szóval bárki hozzáfér, és ugyanakkor itt meg sokkal nagyobb buktákat éltünk meg akár egyes játékosok kapcsán, míg azért a jégkorongozóknál, ahol van egyfajta bizonytalansági faktor az érkező játékossal kapcsolatban, ott meg ez azért alapvetően nem jellemző. Hát ennek a hátterében szerintem sosem fogunk pontosan belelátni, mert itt azért az ügynöki tevékenységek, a különböző érdekkörök mindig felmerülnek. Két dologra szeretnék igazából kitérni abból, ami itt elhangzott a hokisok kapcsán. Az egyik, hogy hát ez a bizonyos csarnok sok értelemben, de általában nem jó értelemben megkapott-e is, meg felbetűnik az a kérdés, hogy kell-e ez az új csarnok, ki kell, miért kell, és amikor, most csak abban az értelemben jutott eszembe, hogy amikor azt mondjuk, hogy micsoda ördögkatlan a Volán pálya, és ez ebben a szezonban is bebizonyosodik, és akár pontokat hoz, akkor nyilván benne van az emberekben, hogy valaha az életben ezt reprodukálni tudja-e majd egy 21. századi multifunkcionális, gyönyörűen felszerelt, de egészen más hangulatú csarnok. Úgy, hogy a jégkorong igazából, lehet, hogy leszámítva ezt a fehérvári pályát, sohasem volt a fanatikus közönség és a fanatikus hangulatnak a sportja. Magyarországon igen, de inkább régi időkből kifolyólag. Igen, ezért fontos rögzíteni, hogy persze szeretjük ezt az ördögkatlant, hiszen rengeteg élmény emlék köt bennünket hozzá, de ez tartósan nem alkalmas felnőtt sportesemény megrendezéséhez. Tehát ez pár éven belül egyszerűen a különböző hatóság és egyéb előírások tekintetében biztos, hogy nem lenne játékra alkalmas hely. Mert gyakorlatilag szinte semmi nincsen meg hozzá. Mi nagyon szeretjük, kötődik hozzánk, de ez nem egy 21. századi létesítmény. A feladat szerintem az, hogy az új csarnokba hogyan tudjuk átmenteni ezt a hangulatot, vagy ha kell,
akkor valamilyen szinten bővíteni. Ugye létszámban mindenképpen kell. Szerintem egyébként itt a jégkorong és a foci tudna együttműködni, és simán el tudom képzelni a családi szektoroknak a lehetőségét, ahol adott esetben egy bérlettel mind a két sporteseményre ki lehetne jutni. Tehát szerintem lehetnek ilyen együttműködések, illetve hát nyilván azért azt látjuk, hogy Európának számos csarnokába, ennél jóval nagyobb csarnokokban is fantasztikus hangulat volt. Nekem volt lehetőségem, csak azért mondom, mert Bajnokok Ligája résztvevő, sőt játszik ma egyébként, mert még benn van a BL-ben, a 8 között ugye a cseh csapata, a Hradec Kralovinak a csapata, az egy 8-9 ezres csarnok. Én ott voltam jégkorong mérkőzésem. Hát azt hiszem, hogy az igazán ördögkatlan volt. Ott egyébként a közeli várossal úgy volt, mint mondjuk Fejérvár és Dunajváros, pont ilyen rangadón voltam ott, tehát eszméletlen hangulat volt. Úgyhogy szerintem ki lehet alakítani minden csarnokban, de nézőszámot kell növelni. Ez biztos, hogy kell egy szerethető és minőségi, tehát eredményeket produkáló csapat. Kellenek különböző, akár nemzetközi sportesemények. Szerintem ebbe a csarnokba kell válogatott mérkőzést. Én kimerem mondani, hogy a magyar válogatottnak több szempont okán is ez kellene, hogy legyen a fő hadiszállása jégkorong tekintetében. És hát nem szabad elfelejteni, hogy ez a csarnok minden egyéb sportágra is alkalmas lesz, amit teremben játszanak, és emellett pedig nyilván kulturális közösségi tereket is el lehet benne képzelni, és olyan koncerteket, amiért ma el kell menni Veszprémbe, Győrbe vagy Budapestre, azért nem kell elmenni, mert azokat Fehérváron is meg lehet tartani. A nagy konferenciáktól, kongresszusokról nem is beszélve, amik meg kifejezetten pénzt fognak reményeim szerint hozni. De azt látni kell, hogy ennek a csarnoknak komoly üzemeltetési költségei is lesznek. Tehát fontos, hogy meg tudjuk tölteni jó értelmevett színvonalas minőségi tartalommal. És a kulcs az persze maga a jégkorong lesz. Ugye az a döntés született, hogy a nagy csapat az átköltözik, tehát a nagy csapatnak a fő hadiszállása az az új csarnok lesz, az ő számukra úgy lesz az öltöző komplexum is kialakítva, amely a világ bármely pontján lévő nagy csapattal egyébként felveszi a versenyt. Ez lesz az ő központjuk, innen fog történni mondjuk úgy a klub MRS-ének a működtetése is. A Raktár utca pedig alapvetően az utánpótlásnak a központi és közösségi tere és helye lenne, mert jó lenne elérni, hogy a jövőben minél több itt nevelődött fiatal jutna el aztán a nagy csapatba, mert a jégkorong szabályai okán mindig is szükség lesz méghozzá viszonylag sok magyar játékosra, és akkor lehet szinteket emelni, hogyha egyébként a magyar játékosok szinte emelkedése is megtörténik. De ez megint nem csak jégkorong kérdés. Tudjuk, hogy a kosárlabdában például nagyon szigorú szabályok vannak a fiatal magyar játékosok beépítésére. Nagyon kevés ilyen játékos van, ezért ők horrorisztikus pénzeket kérnek egy-egy szerződését, már gyakorlatilag 20 éves korukban is, ami nem tudom, hogy meddig fönntartható üzleti modell. Főleg úgy, hogy közben nem biztos, hogy egyébként arról a színvonalról beszélünk, amiket egyébként mondjuk kulcs magyar játékosoknál, ha egyébként többet keresnek, mint a légiósok, akkor valójában jogosnak éreznénk. Tehát nagyon sokféle kérdés van, amit meg át kell gondolni. Egy biztos, ez egy modern csarnok lesz, mindennel rendelkezni fog, be kell tudnunk lakni. Nem titok, hogy hamarosan szurkolókat ezért meg is fogjuk invitálni a épülő csarnokba. Szeretnénk velük kiválasztani az ő helyüket, a dobosok, egyáltalán a hangulat, ahol gondoskodó, mondjuk úgy, hogy B-közép, ahogy mi régen klasszikusan igen, szoktuk mondani, az tudja majd a hangulatot megadni. Szerintem őket kell olyan helyzetbe hozni, hogy ezt erre képesek legyenek majd. Erről most csak az jutott eszembe, hogy csak amióta a sport újságíró pályán vagyok, rengeteg új csarnok meg létesítmény első vagy korai eseményen voltam, és nagyon sokszor szembesültünk vele. Ez most nem elfogódottságból vagy elfogultságból mondom, hogy a sajtó lett teljesen kifelejtve az épület tervezéséből, de ez olyan szinten most ezt hagyja, hogy most hova ül le az újságíró a laptopjában, azért ma már ez is máshogy működik, mint régen, amikor jegyzetfüzetbe firkált az ember. Milyen internet van a csarnokban, olykor még kameraállás se volt, tehát volt, hogy meccset mentünk fölvenni, és a nézők közül kellett. Hát gondolom és remélem, hogy egy ilyen modern új csarnoknál nem kell azzal szembesülni, hogy megint a hosszanti pálya tengely mögül nézzük a mérkőzést, ami azért nem egy teljesen jó megoldás. De hát az biztos, az alapján, amit mondtál, hogy itt azért a 300 napon keresztül legalább ugye jégnek is lennie kell majd ebben a csarnokban, ez nyilván felmerül majd, vagy ezzel kapcsolatban, amit most nem ebben az adásban fogunk sokat szólni. Az fontos, hogy egy gáz nincs a csarnokban, tehát ez csak villamos árammal fog működni, aminek a döntő részét a talajszondák biztosítják.
Tehát gazdaságosabban tehát azért az egy alapvetően gazdaságos létesítmény kell lesz, de ez is, tegyük hozzá, hogy egy óriási létesítményen belüli energiaigény egy részét fogja biztosítani. Ugye a csarnok egy kicsit a földbe van süllyesztve, ebből következően a szigetelés az nyilván sokkal jobb és könnyebb lesz mondjuk a jeget produkálni adott esetben melegebb időben is, de azért hónapokon keresztül adott esetben nem lesz jég, akkor pedig az egyéb típusú kulturális vagy éppen oktatási sport eseményeknek kell, hogy helyet adjon majd. Nem tudom, Laci, te hogy látod ezt a kérdést, és akkor ezt akár már jégkorunktól is el is emelhetjük, hogy hát még nincsenek hivatalos eredményeink a most véget ért népszámlálásról, de mondjuk azt, hogy egy 100 000-es nagyságrendű város agglomerációval együtt talán egy kicsit nagyobb, a Budapestet is az agglomeráció részének tekintjük, akkor sokkal nagyobb. Nagy. Hogy valójában itt egy olyan közönség, amely stabilan fizetőképesen nem csak a nagy mérkőzésekre, nem csak a válogatott meccsekre, nem csak a Bajnokok Ligájára, hanem minden héten akár kétszer kimegy, megveszi a bérletet, és nem 3000-es, hanem 6000-es létszámban megtölt egy csarnokot, ez bármilyen sportágban azért óriási növekedés lenne. Hogy ennek mennyi lehet a realitása? Itt megint visszakanyarodok, mindig elmondom adásokban, hogy azért Fehérváron mi a mindenkori városvezetésnek köszönhetünk, ugyanis egy veszprémi kézilabda szurkoló augusztus 8-án elkezdi várni a november 5-öt, hogy akkor van az első BL meccs. A Szeged majd jön decemberbe, ami tétre megy, a többi meccs 40-20, nem nagyon lézengenek az emberek. Itt Fehérváron azért heti 4 minőségi sporteseményt mi kaphatunk. Tehát a kézilabda, itt volt a Győr múlt héten, csak a világ legjobb csapata. Jégkorong, foci, kosárlabda, tehát úgy gondolom, hogy mi felülreprezentáltak vagyunk a népesség tekintetében, és egy kicsit elkanyarodva a sporttól, a 2019-ben megboldogult Kóbor Meki szokott jönni december 31-én a Tiber Lacék által szervezett kispályás focira. Stót István az Alba Volán SC elnöke kérdezte, és Mekiké mikor léptek fel Fehérváron? Azt mondja, majd ha lesz új csarnokotok. Hát az arév, azt mondja, az 2500, oda mi nem megyünk. A technika, a hangfalak, az egyebek miatt ő azt mondja, hogy ahova ők Magyarországon elmennek, az akkori BS, debreceni főnészcsarnok, Audi Arena és Veszprém. Tehát azt mondta, hogy 4000 alatt ők nem is tárgyalnak. Az új csarnokban Omega koncert már nem lesz, de nagyon sok minden lehet még, amire eddig nem volt lehetőségünk. Nyilván egy hoki csapat bemegy, ott masszív jégcsinálás van, az nem lesz egyszerű utána bármilyen más sportágat beengedni. Tehát egy kosár után, például kézilabda lehet, de kézilabda meccs után nem lehet kosár a vax miatt, ott teljesen más a borítás, a műanyag felület helyett jön a parketta, tehát az egy bonyolult, a nagyvárosokban, Rúrvidéken megoldják, hogy egyik meccs követi a másikat, a tengeren túlon, Kanadában, az Egyesült Államokban szintén, de ott 20 000-es arénákról beszélünk, ez Fehérváron nem lesz egyszerű, de az biztos, hogy lesz jó hokink, mert ha van egy jó csarnokunk, akkor biztos, hogy jó hokink is lesz, és lehetnek még olyan társult rendezvények, koncertek, egyebek, vásárok, amivel úgy gondolom, hogy gazdaságosabbá tehető, még a jelenben is egy ilyen multicsarnok működtetése. Talán csak annyit tegyünk hozzá, hogy és ezzel szerintem középtávon is stabilizáltuk azt, hogy a Magyar Jégkorong Központja Fehérvár. Ugyanis még egy ilyen jégkorong csarnok, látva a mostani gazdasági helyzetet, szerintem a következő 1-2 évtizedben Magyarországon nem fog épülni. Ugye Budapesten van 1-2 olyan csarnok, ami átalakítható óriási pénzekért jégcsarnokká. Szerintem az egyszerűen költségszinten nem jön ki. Tehát szerintem az is eldőlt, hogy a Magyar Jégkorong Központja az most a következő 1-2-3 évtizedben önmagában a csapat, az utánpótlás, a szurkolótábor és az új csarnokokán Székesfehérvár. És ez már így van elég régóta, és még egy gondolattal lezárva a hoki témát, illetve csatlakozva ahhoz, amit András is mondott, hogy valóban sok a magyar játékos, és sok a Fehérvár. És azt hiszem, hogy ez az összes sportágat figyelembe véve, ami Fehérváron is egyébként magas színvonalon van, nagyon nagy öröm, mert akadémiáink vannak más sportágakban is, meg népes utánpótlás, de tényleg a hoki küldi fel szezonról szezonra azt az egy-két tehetséget, akit akár már tényleg 8 éves korában is láthattunk a jégen, ez pedig hát identitást ad. De beszéljünk egy pár szót akkor a kosarasokról, ha már úgyis szóba kerültek itt a szintén sok szempontból érdekes fehérvári képződmények között. Ugye 5 meccset nyert meg a csapat zsinórban, ami egészen kiváló, hiszen összesen 10 fordulón vagyunk túl.
van 2 veresége, 8 győzelme. Hát a most a stúdió felvétel olyan, ugye ez az adás, amikor megy, akkor éppen játszik a csapat Szolnokon, úgyhogy legfeljebb reményt meg jóslatot tudunk megfogalmazni. Spánya nyilván nagyon vezet. Tehát... Igen, de tény és való, hogy bár a két rajta kívül két másik élcsapattal, a Falcóval és a Szolnokkal még nem játszott eddig, azért bennem felmerült, hogy ennek megint lehet valami nagyon szép a vége, most már nem csak a győzelmek miatt, hanem hogy azért a mezőny nagyjábuli erejét megismerve, nyilván jót tenne a lelkünknek, ha ezt egy szolnoki győzelemmel is nyomatékosítanák a fiúk, de hát nagyon úgy tűnik, hogy itt akár lehet tavasszal majd egy igencsak izgalmas rájátszás. Mindenképpen. Én, ha minden igaz, akkor a hétvégi Deac elleni mérkőzést fogunk közvetíteni. Előre várom. Mindig van valami trúvány, mikor én kerülök ott mikrofon elé. Vagy 40-nel nyerünk, vagy a fél pályáron dobunk kosarat, vagy az utolsó pillanatban mentjünk hosszabbításra a meccset, és megnyerjük. Úgyhogy várom ezt a meccset. Meg hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Olaj ellen mire megyünk. Amúgy ezt a múltkori adásban is elmondtam, hogy szerintem Mátyás Szolnár az mestermunka. Amit végzett, és kifejezetten tetszettős a játék. Meg mennek a srácok, bennük van a lendület, meg az akarat is szerintem. És egyelőre ne felejtsük, hogy 3 légióssal, tehát ebben a pillanatban ezeket az eredményeket úgy hozzuk, hogy még 2 légióssal lehetne is erősíteni. Nyilván ez anyagi kérdés is, mert akkor van értelme hozni, hogyha az valóban minőségi, az meg pénzbe kerül, és idején közben nem feltétlenül egyszerű igazolni. Ugye azért van egy névadó szponzor, ezt mondjuk, és köszönet, mert ez egy fontos előrelépés. 1-2 támogató kéne végig, és akkor ezt az 1-2 hiányzó légiós helyet be lehetne tölteni. Akkor azt mondom, hogy ez a csapat bárkivel fölveszi a versenyt. Egy elég erős magyar magunk van, szerintem vannak kifejezetten szerethető fiatal játékosok. Úgy látom, hogy talán, és ez biztos, hogy edzői munka eredménye is, ott a fiatalok önbizalma is egy kicsit jön meg. Szerintem sokszor éltük meg az elmúlt 15 évben azt, hogy voltak tehetséges 18-19 éves fiatalok, de amikor igazán be kellett volna lépni a felnőtt csapat ajtaján, hogy na itt vagyunk és követeljük magunknak a helyet, akkor nem volt meg ez a kellő önbizalom. Én most ezeken a fiatalokon azt látom, hogy játszatva is vannak, és próbálnak élni ezekkel a lehetőségekkel. Nyilván egy fiatalnál ez nem azt jelenti, hogy akkor mindig mindent ők fognak eldönteni, de lehet érzékelni, hogy már hozzáteszik azt a magukét, amíg egyébként pár percre mondjuk a Voja tud pihenni, és így tudunk mondjuk ráfordulni az utolsó negyedre. Azért néha egy kis hullámzás van, tehát a negyedek között is van jelentős különbség, de nekem is biztatónak tűnik a csapat, de az igazi fokmérők azért most jönnek. Egy biztos, hogy szerintem ebbe a mezőnybe jó lenne az első vagy a második helyen végezni az alapszakaszba, és így ráfordulni utána majd a rájátszásra, mert akkor szerintem ez egy nagyon szép idény lehet. Ez a csapat akár idegenben is tud nyerni, de azért itthon csak könnyebb a pálya előnyökkel élni, úgyhogy jó lenne egyszer, ha előbb beszéltünk a jégkorongnál, hogy meg kéne nyerni a Magyar Kupát, akkor kosárlabdánál meg azt merem kimondani, hogy fontos lenne, hogy az alapszakasz végén ott legyünk a bajnokság elején, mert akkor a rájátszásban aztán szerintem minden szépen alakulhat. A szolnoki meccs előtt, és ez majd nyilvánvalóvá válik, hogy miért mondom, olvastam a szakportálnak a bevezetőjét, és a szolnoki edző elmondta, hogy ők úgy várják ezt a mérkőzést, hogy több játékos is megbetegedéssel küszködik, és erre bekommentálták a szurkolók, hogy azért, mert Szegeden játszottak előtte, és gyakorlatilag 15 fokos volt a csarnok, úgyhogy mindenki megfázott. Ez pedig már ugye mutatja, hogy ennek a szezonnak mi a másik nagy meccse, amit minden klubnak meg kell vívnia. Hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy Balázs Imre ugye végül is úgy döntött, hogy ő megpróbálja valahogy működtetni a csarnokot, és saját szabályrendszer, meg intézkedések alapján, de az Alba marad. Hát remélhetőleg azért nem 15 fokban játszó a meccsei. Szerintem a klubok nehéz helyzetben vannak, mert a klubok nem mindig azt csinálják, amit csinálnának, hanem azt csinálják, amit a szabályok előírnak. Tehát ha ki kell állni meccset játszani, akkor ki kell állni meccset játszani. Én őszintén szólva a különböző szövetségek esetében nem mindig értem és érzem azt, hogy éreznék ennek a mostani helyzetnek a nehézségét. Ez azért probléma, mert nem szeretnék senkit megijeszteni, de a jövő tél az lehet, hogy nehezebb lesz, mint az idei. Tehát ha most nem próbálunk ki néhány dolgot, akkor félek, hogy jövő tél az még nehezebb lehet, már pedig nem próbálunk. Tehát mindenki ugyanazt a fajta bajnoki szisztémát viszi, bármelyik sportágról is beszélünk, mint hogy itt nem lenne semmi
semmi probléma. Tehát múltkor ugye Kisvárda elleni utolsó labdarúgó mérkőzés, nem tudom, 1:30-es kezdés, vagy 2 órakor kezdtünk. És elnézést, de azt hogy tévéstúdióban mondom, a tévé miatt teljes világítás mellett kellett lejátszani a bajnoki mérkőzést. Most ezt senki nem fizeti ki. Ez pedig nem lesz tartósan fenntartható. Tehát szerintem most oda kellett volna figyelni a téli időszakokra, és ezt most elvonatkoztatom csak a kosárlabdán. Hogy a jégkorongnál azért nem jelentkezik ez a probléma, mert van egy élő szerződés a villamosáramra idén. De jövő téren nincsen. Jövő téren a piaci árat kell majd fizetni egy csarnoknál. Most úgy néz ki, hogy egy korrekt megállapodást tudunk kötni a Vidivel, tehát meg tudunk állapodni abban, hogy a tavasszal a csapat a stadionban tud készülni, és a mérkőzéseket a stadionban fogja játszani, és ennek a plusz rezsiköltségeit a klub fogja finanszírozni. De jobb lenne átgondolni, hogy biztos, hogy január végén bajnoki mérkőzést kell lejátszani labdarúgásban, hanem elég lenne február végén játszani, simán beleférne egyébként a tavaszi időszakba ez a mérkőzésszám, és ebben az esetben 100 milliós nagyságrendben lehetne megspórolni. És ez még akkor is bánt, hogyha lehet, hogy ezt az összeget most így nem nekünk kell finanszírozni, hanem az adott klubnak. Ez a labdarúgásban még csak-csak valahol ott van, bár ezt a pénzt is valonnan akkor el kell venni nyilván, mert ott se úgy van, hogy annyi van, amennyi csak akarunk, hanem nyilván ott is vannak keretek. Többi sportág esetében pedig szerintem megfeszíthet klubokat, és de hát bízom benne, hogy nem fognak tönni. Vagy milyen intézkedéseket tartasz elképzelhetőnek? Arra emlékszem, hogy a kosárlabda, amikor kiadott valami útmutatást, mondták, hogy akár lehetnek egy helyszínen játszott különböző bajnokik, tehát hogy több meccset játszanak ugyanabban a csarnokban, valahogy megosztva a terheket, valóban nem élnek vele a klubok, és nehéz is elképzelni azon kívül, hogy esetleg kisebb csarnokokba vinni a meccseket. Én szerintem a bajnoki rendszer átalakítása, tehát a télen egyszerűen bizonyos dolgot nem kellett volna csinálni. Ugyanis olcsóbb a játékost egy hónappal tovább fizetni, mint ezeket a rezsiköltségeket kifizetni. És most őszintén a bajnokságok zöme az befejeződik tavasszal. Hát simán kihúzhatnánk nyárig. Egyébként ez fog történni a színháznál. Tehát a színház sem szünteti meg az évadját, hanem ugyanazt a bérletes előadás számot ronda szóval ki fogja játszani, csak ezt nem januárban fogja megtenni, hanem júniusban. Na most, hogyha a kultúra tudott lépni, ott se nagy, feltétlenül nagy öröm, de tudott lépni, akkor nem látom, hogy az élsport miért ne tudna lépni, és alapvetően szövetségi kompetenciát látok, és ott látom a problémát. A klubok nem tudnak mit csinálni a klubnak, vagy kiáll a mérkőzésre, vagy nem áll ki. Nyilván nem tehet más, mint előre menekül, tehát kiáll. Csak attól félek, hogy jönnek majd azok a bizonyos hógolyók, amiket elkezdünk növelni, ezt nevezik adósságnak, hogy majd lesz valahogy, majd valaki finanszírozza. De az államnak erre most nem lesz forrása, az önkormányzatoknak sem lesz arra forrása, hogy a mainál nagyobb összegeket biztosítson, és félek, hogy előbb-utóbb ebből az élsport tekintetében komoly problémák lesznek. Ne legyen természetesen igazam, de szerintem nagyobb rugalmasságot kellett volna bevinni ebbe a rendszerbe. Emellett a fejővári csarnokok működtetése az garantált és biztosított. Tudunk bizonyos kedvezményes, mondjuk távfődíjakat figyelembe venni az Arévcsarnoknál, vagy a Köfémcsarnoknál. Ez egy nagyon nagy lehetőség és kedvezmény. Ez például nincs meg a Szuszodánál ebben a pillanatban. Jó, ott az állam kiegészítő támogatása miatt ez DEC 31-ig nem probléma, de nem tudjuk, hogy január 1-től mi van a kőúszoda üzemeltetése tekintetében. Tehát szerintem számos olyan csarnok létesítmény kérdés van, ami szerintem kihívás, és nem csak most kihívás, és szeretném aláhúzni, hanem a mai tudásunk szerint egy év múlva ugyanez a probléma halmaz, ez sajnos jelentkezni fog, hiszen a világ eseményei az nem abba az irányba mutatnak, hogy itt akkor drasztikusan esnének az energiaárak. Hát meglátjuk, biztos, hogy mindenki még csak most tapogatózik, illetve próbálja kitalálni, hogy valójában milyen körülmények között érhet véget egyáltalán ez a szezon majd, a tél még előttünk áll. És nem vagyunk Katarban, ahol a télnek nem az a problémája, hogy nagyon hideg van, hanem hogy csak egy kicsit van meleg. És akkor ezzel térjünk is át itt a műsor utolsó negyed órájában, 10 percében a foci VB-re, amit hát gondolom, hogy mindannyian nézünk szurkolóként. Elérkeztünk ugye lassan a 8-ad döntők végéhez, és hát elmondhatjuk, hogy egy kicsit olyan, mintha most kezdődne a VB, hogyha ma esti két mérkőzésen is papírforma eredmény születik, amire van azért esély, akkor gyakorlatilag 6 európai válogatott mellett Brazília és Argentína jutna be a legjobb 8 közé.
Bennem felvetődik, persze nyilván ez költői kérdés, és nincs értelme, hogy, hogy az előző 56 Pestnek akkor mi értelme volt, mert nagyjából ezeket a válogatottakat tippeltük volna, hogyha nagyon papírformára hagyatkozunk. De hogy tetszik nektek? Hagyott-e valaki egyáltalán úgy maradandó a nyomot, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát nem nyer, de, de legalább látszott, hogy ott volt? 16-ben bementek olyan csapatok, amelyeknek nem feltétlenül van ott a helye. Japán, Korea küzdenek, harcosak, gyorsak, nagyon mennek, de játékban talán nem feltétlenül, de Szenegált éreztem úgy, hogy Ecuadort verték meg azon a sorsdöntő mérkőzésen, de itt a 8 között itt már tényleg olyan csapatok vannak. Nem azt mondom, mindenki nyerhet, de hogy mindegyik meccs éles lesz, abban én biztos vagyok. A németek okoztak olyan értelemben sokaknak csalódást. A meglepetés, az olaszok nem voltak ott, ez egy kicsit szokatlan. A németek... Ez figyelmeztető egyébként a németeknek, mert lehet mondani, hogy most ilyen hullámvölgy, de ugye a németeknek is ez már a harmadik nagy nemzetközi szereplés, ahol azért leszerepelnek. Mondom, hogy ez a téli világbajnokság sok kérdést fölvet. Az egyik, hogy soha nem gondoltam, hogy egy VB mérkőzései alatt alapvetően én fázni fogok. Most ez ugye sorozatban megesik, és hát azért az a teraszos hangulat, ami egy EB-t, EBV, egy VB-t, VBV tesz, az nekem azért hiányzik. De ami ennél szerintem egy szakmai kihívás, hogy hirtelen megáll a bajnokság, majd egy hét múlva világbajnoki tétmérkőzést játszottak a csoportba azok a csapatok, akiknek a játékosai a top európai bajnokságban egyébként egy héttel korábban még tétmérkőzést játszottak. Azért a nyári VB-k, EB-k azok nem így szoktak zajlani, rákészülnek egy hónap. Az is okoz kihívást szerintem szakmailag, de biztos vagyok benne, hogy a szövetségi kapitányoknak, azoknak a stáboknak, amik egy-egy ilyen csapat körül ma már ott vannak, különböző szakterületek képviselőivel, ez egy nagyon komoly kihívást jelentett, és talán nem véletlen, hogy most egyértelmű mérkőzéseket láttunk mind a csoportkörökbe. Tehát ezek a top csapatok, bennük a rengeteg top játékossal, most az egyenes kieséses időszakban odaértek arra a formára, amit szerintem kellett hozzá néhány mérkőzés, kellett hozzá a hangulat, megismerni egy kicsit a stadionokat, egy kicsit egyszerűen átállni arra, hogy most nem BL van, meg nem bajnoki forduló van, hanem világbajnokság van. Ilyet még senki nem csinált, ez egy újdonság, ehhez alkalmazkodni kell tudni. Látszanak azért, hogy melyek lehetnek az odaérő csapatok. Itt most már azért egy olyan 8-as mezőny fog kialakulni, ahol szerintem olyan óriási meglepetések már nem történhetnek, mert fantasztikus csapatokról van szó, de talán a franciák és a brazíliak csapatot érzem én most kiemelkedőnek, de azért nyilván ott vannak angolok, hollandok, akik beleszólhatnak, odaérhetnek. Nyilván a helyzeteket be kell rúgni, ez azt hiszem a németeknél nagyon nagy tanulság. Furcsa VB ez így télen, azért szerintem ezt kijelenthetjük. Én a nyári világbajnokságokat azt valahol azért közelebb érzem magunknak, miközben gyönyörűek ezek a stadionok, azért hangulat is van, de azért talán nem az igazi életben. Én azokat a VB-ket szeretem, ahol valóban olyan országban zajlanak a meccsek, ahol élnek, halnak a fociért, mert egyszerűen a körítése az egésznek olyan, amitől a labdarúgó világbajnokság az a top sportesemény. Nagyon szeretem az olimpiai sportágokat és sok egyéb sportágat, de a foci VB mozgatja meg leginkább az embereket, ha adunk erre lehetőséget. Ez a téli VB így Katarból erre szerintem nem igazán adja csak az időpont és a helyszínen. Pedig állítólag az egész a szurkolókért van. Igen. Hát nekem azért van kétségem. Én nagyon kíváncsi voltam egyébként a japán-horvát meccs végén, hogy hazamennek-e a katariak a 89. vagy a 90. percben, de igazából ráhangolódtak a futballra, mert rájöttek, hogy van hosszabbítás. Az dőle mindjárt, hogy ki nem nyeri meg a világbajnokságot, mert megkérdezem Krisztiánt, hogy ő kire tippel, aztán én is elmondom, nekünk volt két titkos favoritunk, vagy két megjósolt kis csapatunk, ugye Kanada meg Dánia, mindkettő úgy esett ki, hogy mintha ott sem lett volna. Úgyhogy akire mi a szavazatunkat tesszük, az biztos nem fog nyerni. Hát ezt át kell gondoljam. Argentina, egyébként nekem Argentina volt a favoritom, de azt érzem rajtuk, hogy amikor győznek, akkor nem egy ilyen lendület van bennük, hanem egy ilyen sóhaj, hogy na ez is megvan. És szerintem ők azt hiszem el fognak hullani messzivel együtt. Hát a brazilok elég parádésak voltak. Én Neymart nem kimondottan kedvelem, finoman szólva. Ez szerintem nem tesz jót hosszú távon a visszatérése a csapatnak, meg kimondottan antipatikus figura számomra, de az az igazság, hogy azért a brazilok
elég rendesen belehúztak. Dél-Korea ellen a franciák erősek, Mbappé ugye húzza őket, Mbappé vagy Giroud is, meg talán még jó páran. Most a brazilokat mondanám. Igen, Laci? Én nagyon várok egy brazil-francia döntőt, francia győzelemmel, részben azért, mert látva a brazilokat, a korábbi években nem éreztem a szakmát kiváló egyéni képességek, de individuális volt az egész. Tite vagy Csicsi megtanította őket rendszerben futballozni, amit nem szerettek különösebb rajtuk, mint hogyha mindegyikük tetováló szalon tulajdonos lenne. Tehát dél-amerikaiakra jellemző, különösen a brazilokra nagyon. A franciák rendszerbe futballoznak, azt a Tunézia elleni meccset is tulajdonképpen azt nem vesztették el, mert olyan nincs, hogy lefújjak egy meccset, utána visszajövök, és aztán a gól érvényes, nem érvényes. És újraindítom. És újraindítom. Tehát minden volt, ami úgy gondolom, ez a két csapat most kiemelkedik. Én 45 éven át kiskoromtól kezdve német drukker voltam. Nem tette őket szimpatikussá, ami most zajlott itt a VB-t megelőzően, hogy talán annyi mindenre foglalkoztak rá, legkevésbé a futballal. És itt jön a decemberi VB átka, hogy a németek egy héttel korábban még Bundesliga tétmeccset vívtak, kimentek Ománba, játszottak egy hakni meccset, 1-0-ra megverték az Olajországot, és nem derült ki, hogy jók vagy rosszak. És aztán később derült ki, hogy valóban nem voltak ahhoz elég jók, hogy a legalább a 8-ba, de sőt a 16-ba bekerüljenek. Először szerintem élvezzük ki azt, hogy ez az a világbajnokság, ahol még egy Messi és Ronaldo nevű játékost láthatunk játszani. Mert azért valószínűleg ez 4 év múlva már nem lesz így, és azért a mi életünknek ők az a két óriási klasszisa és játékosa, amire mi majd emlékezni fogunk, és majd az unokáinknak fogunk mesélni, mi láttuk őket focizni, még ha sajnos nem is feltétlenül élőben, hanem csak televízión keresztül. Nem feltételezem igazán, hogy bármelyikük is odaér a végére, de bár egyébként az sem teljesen kizárható, mert ezek a játékosok pont azért klasszisok, hogy lehet, hogy a végén pont akkor teszik oda az íre a pontot, amikor más meg nem lenne képes. Egyébként a Messi ezt már megmutatta, hiszen lőtt olyan fontos gólt, amihez ő nagyon-nagyon kellett, de én azért szerintem ezt élvezzük ki, mert még minden mérkőzés ajándék, amíg őket látjuk játszani, mert azért látszik, hogy a Ronaldot szerintem már különösen, de azért a Messin is, hogy nyilván kifele mennek ők már a pályafutásukból. De azért egy óriási élmény, hogy mi őket, az ő pályafutásukat végig kísérhettük, és ez az a VB még hozzá tartozik. De ha tippelnem kellene, akkor szerintem francia-brazil döntő lesz. Ott meg szerintem a pillanatnyi forma fog dönteni, és azt, hogy a kulcshelyzeteket ki fogja jobban értékesíteni, és ki fogja azokat a szituációkat megragadni, amik láthatólag ezen a VB-n különösen fontosak, mert azért az a csoportkörbe kiderült, hogyha valaki ezt az egy-egy momentumot meg tudta ragadni, akkor még jobb képességű csapat ellen is hirtelen lett esélye, mert egyszerűen szervezettségben tudta hozni azt, hogy nagyon nehezen föltörhető egy-egy jó védelem, és ebbe a 8 csapatba már nem lehet olyan csapatot találni, aki negatív értelme annyira kilógna, hogy biztos, hogy senki ellen nincsen esélye, akkor mondjuk megszerzi a vezetést, és utána egy szervezett játékkal végig tudja az adott meccset játszani, és lehet, hogy sokkal jobb csapat ellen is képes egy 1-0 vagy egy 2-1 mérkőzést nyerni, de azért valahol én a francia-brazilra tippelek, és most egy kicsit úgy érzem, hogy talán a brazilok behozhatják. Mondom ezt úgy, hogy én se a braziloknak, se a franciáknak nem szurkolok a világbajnokságon, tehát nem a szívemből beszéltem, de talán ez a realitás, és hogy tegyük hozzá, most a brazilok valóban gyönyörűen fociztak, és mesteri támadásokból lőttek gólokat, egyébként ez a franciákra is igaz, és extra játékosok játszanak ezekbe a csapatokba, akik oda tudnak érni a végén, és pont ezt a pluszt hozzá tudják tenni, hogy azt a szituációt, ami lehet, hogy fél időnként egy van, azt ők képesek kihasználni, és ebbe a mai fociba ez szerintem kulcskérdés. Számomra egyébként, csak egy mondat, hogy számomra már azért jó ideje, most nyilván Mbappé, meg Ronaldo, meg Messi, meg mondjuk adott esetben Lewandowski körül forog általában a világ, de számomra a Vinicius, a brazil szélső, az valami káprázatos. Csak annyit kell mondani, hogy Real Madrid, tehát nincs itt. Tehát az brutális, az a srác, úgyhogy nekem ő kezd a kedvencemmé válni már egy ideje. És azt a játékos megfigyelőt, aki ő 16 évesen felfedezte és elvitte a Reálba, na azt a játékos megfigyelőt kéne megkérdezni, hogy kell az, hogy nyilván alacsonyabb szinten, de ugyanezeket a fiatal játékosokat mondjuk a Vidi megtalálja. Mert ettől válnak az igazán nagy csapatok, hogy 16, 17, 18 évesen képesek megmondani, na ebből a gyerekből
ez a lesz. Egyébként ez kosárlabdában is így van. Emlékezzünk, amikor a Doncsics itt pattogtatott az Arév csarnokban, 14 éves korában, vagy 15 éves korában a Real Madrid, és akkor megmondta a Madrid, hogy ebből az emberből az NBA-ben is meghatározó játékos lesz, és valójában ma már a világ egyik, ha éppen nem legjobb kosárlabdázója. Tehát valahol azért ezek a klubok, ezek a rendszerek olyan szinten vannak felépítve, ami több annál, mint amit kirakatba látunk, hanem valóban rendszerek, és ezt kell a profizmusban megtalálni, hogy az egész rendszernek profinak kell lenni, akkor függ az egész rendszer egyébként jól működni. És hát azért a szakvezetőknek meg egy óriási feladata van, hogy ezeknél a csapatoknál ezeket az extra klasszisokat csapattá formálni, közösségként egyben tartani, nehéz pillanatokba. Azért az valljuk be őszintén, hogy egyáltalán nem egyszerű, mert ekkora egókat, mint a mai fociban vannak, hát bizony azért régen nem lehetett ekkora számban látni. Azért egy Viniciusunk volt, nem volt rossz. Igen. Még mielőtt fulladásos rohamban befejezem ezt a mai adást. Hiányzik is van. Igen. Annyit akartam mondani hozzá, hogy igen, valóban ez a Messi-Ronaldo korszaknak valószínűleg a vége. Én azért hozzáteszem, hogy magam részéről annyira nem bánom. Két egészen kiváló labdarúgóról van szó, de ennek a marketing cirkusza szerintem sokkal nagyobb volt, mint korábbi, náluk esetleg még jobb is, vagy legalább ilyen jó labdarúgók esetében. Mert én akár Európában, akár Dél-Amerikában szerintem láttam legalább ilyen jó futballistákat, bár Messi az valóban... Azt mindig tett hozzá, hogy de más színvonalú focinál. Tehát ez a fajta szervezettség, ez a fajta erő, ami mai fociban van, ez összehasonlíthatatlaná teszi a 10-20 évvel ezelőtt. Én nagyon szerettem az akkori focit, de esélye nem lenne egy akkori csapatnak a mostani fizikai felállás mellett egyébként. Tehát teljesen más, csak az egyéni, csak más az egyéni... gyorsasági szinten történik. A bal hátvéd tud ma annyit labdával, mint annak idején az extra játékosok. Egy sokkal magasabb sebességű labdarúgás. Ez nyilván így van, nem lehet a régi focit a maihoz hasonlítani. Én csak azt mondom, hogy egyéni képességekben, akár Maradonát, hogyha Dél-Amerikában maradunk, akár nem tudom, Cruyffot, Platinit, hogyha Európában azért ezekhez a játékosokhoz lehetett mérni. De meglátjuk, hogy valamelyiküknek lesz ilyen tökéletes búcsú dal ez a világbajnokság. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk erről is, és akkor jövő héten már még ennél is közelebb kerülünk a megfejtéshez. Addig mindenkinek további jó meccsnézést kívánunk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.